Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Amikor gyógyulást tapasztalunk a mi életünkben, legyen az akár egy fizikai betegségből való gyógyulás, vagy a bűneinktől való gyógyulást, akkor sok esetben ezt nem köszönjük meg Istennek. Vannak, akik egyáltalán nem is hisznek abban, hogy Isten segíti a mi belső átalakulásunkat, sebeinknek a beforrását. Azonban Isten mindig akarja, hogy mi egészségesek legyünk, hiszen ilyen módon a lelki egészség, a testi egészség kifejezi Istennek a tervét az emberről, amely a dicsőítésre, az Isten előtti hálaadásra, és ezzel a hálaadással együtt a tanúságtételre lett számva. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a genezáreti tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához. Bízzál, fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Néhány írástudó erre azt gondolta magában. Ez káromkodik. Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette. Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyernek bűneid, vagy ha azt mondom, kelj föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására. A bénához fordulva folytatta. Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Az írástudóknak adott válaszában Jézus, vagyis kérdésében, hogy mi könnyebb azt mondani egy embernek, hogy bocsánatot nyertek a bűneid, hogy ugye ennek a bénának azt mondani, hogy fogd ágyadat és menj haza, alapvetően különböző választ adunk abban az esetben, hogyha pusztán csak a külső világot szemléljük, és ott vizsgáljuk, hogy egyáltalán történik-e változás, vagy hogyha a belsőt vizsgáljuk. A mi keresztény életünkben is húzódik feszültség a külsődlegesen megmutatkozó vallásosság, a külső világban tapasztalható Isten jeleiben, illetve abban, hogy mi belülről hogyan éljük meg az Isten kapcsolatunkat, tudjuk-e megbánni a bűneinket, tudjuk-e őszinte bűnbánattal az Isten kapcsolatunkat helyreállítani, meggyógyulni, és újra erőteljesebben kapcsolódni Krisztushoz. Ez a feszültség egyesekben egyfajta képmutatást is jelent. Sokan feltételezik azt, hogy a keresztény ember ugyanis talán külsőségében lehet, hogy Isten előtt hiteles, ám de belsőleg ezt nem követi mindig egyfajta lelki átalakulás. Hogy ezt megvizsgáljuk és az evangélium tükrében értelmezzük, látnunk kell azt, hogy Jézus okkal teszi fel ezt a kérdést. Mi könnyebb azt mondani a bénának, hogy bűneid bocsánatot nyertek, vagy hogy vedd ágyadat és menj haza. Ha a belső világra akarunk rátekinteni, a bűneinkre, az Istennel való kapcsolatunkra, azt gyakorlatilag a külvilág nem látja. Éppen ezért a mi bűnbánatunkat sem látja. Nem látja azt, hogy mi hogyan tudunk közeledni Krisztushoz, és hogy a bűneink hogyan tudnak eltávolítani tőle. Nem látja a külső ember azt, hogy éppen a mi belső életünkben milyen szoros a Krisztus kapcsolatunk, vagy éppen egy krízist, egy hitválságot élünk-e át. Alapvetően ezekkel a belső vívódásokkal a szentek életében is csak onnan tudunk biztosat állítani, hogy olvassuk a lelki naplójukat. Például, ami így a 20. századhoz kapcsolódó szentek életében jelentősebb hatású, Szent Faustina Kowalskának a lelki naplója, amelyben beszámol arról, hogy a Krisztussal való szeretet kapcsolata hogyan alakul, hogyan formálódik.
De pietrecinai Szent Pió atya életében is találkozunk arra vonatkozó lelki feljegyzésekkel a lelki naplójában, amikor a kísértésekről, illetve egyáltalán azokról a látomásokról próbál beszélni, amelyeket megtapasztal, miközben valamilyen módon a külső körülmények nem láthatóak, de a lelkében látomás formájában valami mély vívódás megy végbe. Tehát a külső szemlélő számára az, hogy valakinek bocsánatot nyernek a bűnei, nem látható. És ezt azért is fontos így hangsúlyoznunk, mert sok esetben képmutatásnak tekintik azt, hogyha valaki réges-régen valamilyen bűnt elkövetett, és most ott van a templomban. A keresztény ember nem olyan módon válik különbé, hogy kizárja úgymond az életéből a kísértőt véglegesen. Hiszen a kísértő nem kizárható a mi életünkből. A bűnt igyekszik kizárni a keresztény ember az életéből. És amikor a Szent Jónáshoz járulunk, és bocsánatot nyernek a mi bűneink, akkor mintegy magunk mögé dobjuk a mi bűneinket. Elfelejtjük azokat, és kérjük Istentől, hogy ő is bocsásson meg nekünk. Ez alapvetően nem látszik. Nem látszik a bűnbánatunk komolysága sem. Nyilván, hogyha valaki újra és újra visszatér a bűnébe, és megbán egy bűnt, de aztán újra és újra elköveti, az egy idő után némileg aggályossá teszi azt, hogy az illető komolyan megvizsgálta a bűneit. De alapvetően az a gyakorlat, ami kialakul napjaink társadalmában, hogy a bűnökre, illetve a bűnbánatra nagyon sokan úgy gondolnak, hogy ezt gyorsan le kell tudni, és nem is igazán szeretnek a bűnökkel foglalkozni. Itt nem biztos, hogy kiderül az, hogy valaki egy bűnbe újra és újra visszaesik. Vagy hogy valamilyen bűn hosszú idő óta végig kíséri. A másik kérdésre a válasz, hogy mi könnyebb azt mondani ennek a bénának, hogy fogd ágyadat és menj haza, erre a kérdésre nyilván a külsőleges szemlélő akkor tud, úgymond könnyű választ adni, hogyha megtörténik a csoda. Hogyha tényleg erőteljes ennek a bénának a hite, megfogja az ágyát, meggyógyul és hazamegy. Erre nincsen semmilyen garancia, hiszen Jézus a saját beteggyógyításainál, amikor ő próbál meggyógyítani embereket, akkor alapvetően azoknak a hitéből indul ki, akikkel jót kíván tenni. Amikor ezt mondjuk, hogy próbál betegeket gyógyítani, itt nem arról van szó, hogy Jézus nem képes gyógyítani, hanem arról van szó, hogy vannak emberek, akik következetesen elutasítják Jézusnak a gyógyító erejét. Következetesen nem akarnak bűnbánatot tartani, nem akarnak hinni, és ebben az esetben Jézus nem erőlteti rá a saját elgondolásait, Isten tervét, vagy éppen az ő gyógyító kegyelmét a másik emberre. És ezt azért is érdemes így tisztázni saját magunkban az evangélium kapcsán, mert vannak nagyon sokan, akik úgy gondolják, hogy majd abban az esetben ők megtérnek, majd abban az esetben rendbe rakják a lelküket is, hogyha a külső körülmények rendeződnek. Azonban látjuk azt, hogy Jézus alapvetően más sorrendet állít elénk. A sorrend először belül, a belső tisztulásban, a belső bűnbánatban mutatkozik meg, és csak utána a külső körülmények megváltozásában. Ki mondja a bénának, hogy bűneit bocsánatot nyertek. Sokan nem akarják ezt elhinni. Pedig ő nem káromkodik, hanem egyértelműen rá akar mutatni arra, hogy ő irgalmas és szeretetteljes bíróként akar jelen lenni a mi életünkben. Sokan ezt nagyon nehezen tudják megérteni Istennel kapcsolatban és helyén kezelni. Ha Isten úgyis mindent megbocsát, akkor egyáltalán van értelme újra és újra bocsánatot kérni? Persze, hogy van. Hiszen mi nem azzal a szándékkal lépünk ki a gyóntatószékből, hogy jó, most bocsánatot nyertek, majd megyek a következő bűnt elkövetni. Sőt, az ilyen Szent Jónás a szentségtörés. Jézus azonban gyógyítani, átalakítani, átformálni akar bennünket, hogy lelkünk sebzettségéből újra a kegyelem érdemszerző állapotába kerüljünk. Hogy belülről megváltozva a külső életünkben is láthatóvá váljon, hogy ott van Isten a mi életünkben. És ez az átalakulás, ez az átformálódás,
vezessen bennünket fele barátainkhoz, akik előtt tanúságot teszünk arról, hogy belsőleg és külsőleg is megváltozunk Krisztus kegyelméből. Amen.